Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszeletén műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 10 ponttal nyerték a Miskolc elleni rangadót a kékcápák. 3 érmet szereztek Pízában a kerekesszékes vívók. Magabiztosan jutottak az országos döntőbe a fiú junior kosarasok. Nagyot léptek a bennmaradás felé a nyíregyházi tekézők. Idegenben a MASZ ellen zárja az alapszakaszt az NKS. 7 gólos meccset nyert Fehérgyarmaton az Ibrányi futballcsapat. Rangadót nyert a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B keleti csoportjának 4. helyén álló kékcápák 74-64-re verték a 2. helyezett MEAFS csapatát. Gratulálunk a győzelemhez, azt hiszem ennél szebb születésnapi ajándékot alig kaphattál volna a csapattól. Így van, nagyon örülök a győzelemnek. Annak meg pláne örülök, hogy több mint egy ponttal tudtuk megverni a Miskolcot. Ugye ez egymás közötti győzelem vereség arányban nagyon fontos nekünk, és örülök, hogy a közönség ilyen szép száma jött ki a mérkőzésre, és ilyen jó szurkolás volt, jó hangulat. Hasonló meccsen lehet ezt számítani, hiszen egy nagyon harcos, küzdelmes mérkőzés volt, és hogy vány lehetett, a Miskolc egy pillanat is sem adta fel. Így van, hát Miskolcon is nagyon kemény, hajtós mérkőzés volt, tudtuk, hogy keményen védekeznek. Nekünk is most jól jött össze a védekezésünk, főleg az utolsó negyedben nagyon jól védekeztünk, és szerintem ennek köszönhetjük a győzelmünket. Ez volt zsinórban a 7. siker, 2 nagyon nehéz meccs van még hátra. Gondolom az a cél, hogy tovább nyújtsátok ezt a sorozatot. Így van, a következő ellenfél a Hódmezővásárhely, őket is szeretnék megverni, és ott is igen, ugyanilyen kemény meccsre számítok. Egy nagyon küzdelmes, a hajráig nyílt meccsen veszített a Miskolc. Mi döntött szerinted a hazaiak javára? Hát veszített a Miskolc és nyert a Nyíregyháza. A mai napon a Nyíregyháza jobb volt, ezúttal is gratulálok nekik. Sajnos elég rossz ritmusban kezdtük a meccset, és ott a kezdeti különbséget a széig tudták tartani. Amikor kicsit közelebb jöttünk, akkor rossz döntéseket hoztunk, és nem tudtunk egyenlíteni, illetve átvenni a vezetést. Az egész mérkőzésre kivetítve a mezőny dobómutatónk az pocsék volt, és így gyakorlatilag a végjátékra már esélyünk sem volt. Mi jelentett, az, sokat jelentett az, hogy megközelítette a csapat a Nyíregyháza, de a vezetést nem sikerült átvenni, ami azért lélektanilag mindig megdobja az egyik csapatot és visszavetli a másikat? Így van, hát nem csak lélektanilag, hanem fizikálisan is sokat kivesz ez egy csapatból. Itt is ez történt, így sajnos a mérkőzés végére már elfáradtunk, bármennyire is a hazai szurkolóink biztatását élveztük. Azt lehet mondani ennek ellenére, hogy talán várakozáson felül is szerepel a miskolci csapat ebben a bajnokságban, és látod, hogy milyen szép számú szurkolótábor kísért el a csapatot. Talán el lehet mondani, hogy a férfi kosárlabda is egyre népszerűbb Miskolcon, így van? Ez így van, köszönjük szépen. Minden mérkőzésre gyarapodnak a szurkolóink. Most már szép számmal el is kísértek minket. Sikerült egy igazi rangadót játszanunk. Az idei évünk az várakozáson felül sikerült eddig, és nem szeretnénk megállni. Ameddig eljutunk, szeretnénk minél fentebb kerülni. Talán lehet azt mondani, hogy egy olyan rangadót nyert meg a csapat, amelyen szó szerint meg kellett harcolni a győzelemé. Milyen volt belülről ez a meccs? Hát így van, végig látszott, hogy elég feszültek voltunk mi is, és a Miskolc is. Nagyon fontos volt nekünk a győzelem, de szerintem nekik is ugyanúgy. Először is szeretnék ezzel a győzelemmel a csapat nevében Siska Jánosnak boldog születésnapot kívánni, illetve szeretném megköszönni Búcs Ivánnak, hogy vállalta a játékot, hiszen sérülés szenvedett a délelőtt folyamán, és kérdéses volt a játéka. Rengeteget segített, és hogyha ő hiányzott volna a csapatból, akkor úgy hiszem, hogy nagyon nehéz mérkőzés vált volna ránk. Így se volt könnyebb, de én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk a győzelemért, és talán egy kicsit a hazai pálya és az, hogy mi kevesebb hibával játszottunk, meghozta a kellő sikert, és nagyon boldog vagyok, hogy nyertünk. Nagyon jól kezdtetek, aztán kiegyenlített lett a játék, de talán 3 pont volt a legkisebb különbség, vagy 2, most nem emlékszem, de nem tudta átvenni a vezetést a Miskolc. Honnan volt mindig erőtök újtani, amikor közelebb kerültek? Természetesen ez így van a sportban, hogy nem lehet hiba nélkül játszani, és a Miskolc is egy erős csapat, és ők is föl tudtak állni a kezdeti gödörből. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig egyik csapat sem dobott kosarat, és nálunk mindig az lenítette túl a csapatot, hogy egy-egy extra lepattanóval, illetve egy-egy extra megmozdulással sikerült föléjük kerekedni, illetve idegekkel jobban bírtuk technikai és szándékos faultot is kapott a Miskolc, ami minket átbillentett ezen a holtponton.
hamar begyűjtöttél 3 fautot Ivánnal együtt, úgyhogy a második negyed második felében ültetek is. Mennyire volt nehéz a hátralévő időt úgy lejátszani, hogy figyelni kellett arra is, hogy ki ne pontozódj? Igen, sajnos az én keresztem, hogy az elején egy kicsit figyelmetlen vagyok a fautok terén, és hogyha összeszedem, akkor ugye padra kényszerülök. Tehát amit a mérkőzés bizonyítja, tehát oda lehet erre figyelni, csak ugye néha a hév és illetve a győzni akarás elviszi az embert. Örülök, hogy mind a ketten tudtunk játszani a második fél időbe, és hogy segítettük a csapatot a győzelembe. Ez volt Zsinórban a 7. siker, 2 meccs van még hát a Hódmezővásárhelyen, itt van Nagykörösön idegenben. Egyik sem könnyű, lehet 9-szerre nyújtani ezt a sorozatot? Én úgy gondolom, hogy nagyon szép eredmény ez a 7 Zsinórban győzelem is, de minden egyes mérkőzésre úgy készülünk föl, mintha előtte egyet se nyertünk volna. Az éppen aktuális mérkőzés a legfontosabb. Én nagyon remélem, hogy az utolsó 2 mérkőzést is megnyerjük, és ha a szerencse is mellénk áll, és a többi eredmény is úgy alakul, akár második helyen is zárhatjuk a tabellát az alapszakaszba. Fontos lenne jó eredményt elérni, hogy a másik ágról esetleg gyengébb ellenfelet kapjunk, de már én így is büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen stabilan jutottunk be a rájátszásba. 3 érmet szereztek a nyíregyházi kerekesszékes vívók az olaszországi Pizzában megrendezett világkupa versenyen. Tarjányi István egy ezüsttel és egy arannyal, Veres Amarilla pedig egy ezüstéren meggazdagodott. Azt gondolom, hogy várakozáson felüli mindenféleképpen, illetve külön választanám, Tarjány István most egy nagyon nagy falat bontott le, neki eddig kardban nem volt érme, most bekezdett azonnal egy ezüstéremmel, ami csodálatos, nagyon szép. Én úgy gondolom, hogy ez neki újabb löketet ad ahhoz, hogy elhiggye magáról, hogy bárkit meg tud verni a világon, illetve a csapat aranyérem, amely csapatban ugye egy jelentős figura volt, mint B kategóriás, tehát a terhet mindig ő cipeli, mert ugye ő más sérültség kategóriában van, tehát neki meg kellett tartani az eredményt, illetve ő nem lecserélhető. Ezért azt gondolom, hogy mind a 2 számban maximálisat nyújtotta. Veres Amarilla hozta azt, amit eddig is megszoktunk tőle, bár ez a legnehezebb műfaj, hogy mindig azt hozzuk, amit elvárnak tőlünk, de hát valamilyen szinten ez a profizmusnak a mércéje. Mennyire bízható jövőt tekintve, ugye, hogy az év első világkupa versenyén, aztán a másodikon is jönnek a nyíregyházi érmek? Nagyon szépen alakulunk. Tehát nekünk most az a cél, hogy 2018 nyarára, amikor kezdődik a Tokióra a kvalifikációs időszak, mind a 2 versenyző a lehető legjobb helyezésről tudjon indulni a világranglistán. Hát Amarilla most nagyon jól áll, ő kardba ugye vezeti a világranglistát, párbajtorban 5. Tarjány István jelen pillanatban 15. az egyik fegyvernemben, 16. a másodikban. Neki az a cél, hogy amikor kezdődik a kvalifikáció, akkor az első 10-be, a top 10-be benne legyen. Milyen reményekkel, milyen célra utaztál erre a versenyre? Nagy reményekkel utaztam a versenyre. Bennem volt az, hogy mindenképpen szeretnék mind a 2 versenyszámomban 8 közé kerülni, utána 4 közé, hogy érmet tudjak szerezni, és szerencsére sikerült is. Kezdjük az egyéni éremmel, milyen úton jutottál el az ezüstig? Kard egyénében eljutottam az ezüstig, és a poolban, a csoportban mindenkit megvertem, sikerült. Csoport, vagy tábla egyesként sikerült felkerülnem a táblára. Első körben kiemelt voltam, azonnal 8-ba kerültem. Ott a 4-ért vívtam, bekerültem, utána a elődöntő, és utána döntőt végül pedig a tábla egyessel, egy lengyel gyerekkel vívtam Castroval. A kard csapat aranyérmet szerzett, ráadásul úgy, hogy a döntőben a hazaiakat vertétek egy tussal. Hogy nézett ki a csapatverseny, és mekkora öröm egy ilyen mérkőzés után győzni? Fantasztikus érzés. Tényleg még mindig a hatása alatt vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy sikerült összehozni. Nem, elmondhatom, örülök neki tényleg, és hogy otthon az olaszokat megvertük, szerintem nagyon nagy fegyverténynek számít, és ezt senki nem remélte és nem is számított rá, és ott a himnuszt hallgatni a pódiumon, az fantasztikus érzés. Mekkora megerősítés jelent a továbbiakat tekintve ez a 2 érem? Nagy dopping nekem, ugyanis tényleg készülök 4 év múlva Tokióra. Nekem az a célom, hogy oda kijussak, és az a 2 érem is bebizonyította azt, hogy szerintem ott a helyem, és tényleg küzdök, megyünk tovább versenyről versenyre. A következő világkupa verseny májusban lesz Hollandiában. Felül lehet-e múlni ezt a 2 érmet? Ugye van még egy másik fegyvernem is. Igen, a másik fegyvernemben párbajtörben most 6. végeztem, ami szintén nagyon jó szerintem. Majdnem összejött ott is az érem. Én kaptam, majd legközelebb összejön. Felül lehet múlni persze, mert most ezüst egy arany.
Ott két arany, mondjuk. Az év második világkupa versenyén is szereztél érmet, Pizából egy párbajtőr egyéni ezüsttel és egy kard egyéni ötödik helyezéssel értél oda, mennyire vagy elégedett ezzel a két teljesítménnyel, pontosabban két eredménnyel? Nagyon elégedett vagyok, főleg azért, mert ezután a verseny után a világranglistán sikerült az első és az ötödik helyre jutnom kardban és párbajtőrben, úgyhogy én nagyon pozitívnak értékelem ezt a versenyt. Milyen volt a mezőny, milyen volt a verseny, mennyire volt megszerezni ezt a két helyezést? Igazából a versenyhelyezést szerezni mindig nagyon nehéz. Egy kicsit sajnáltam, hogy a kínaiak és az oroszok nem jöttek el, úgyhogy hiányos volt a mezőny, viszont a döntőben, a párbajtőrben a Friedrich Márta, ő a lengyel egyik legjobb versenyző, vele kellett vívnom, úgyhogy igazából meg kellett küzdeni érte. Ez a világranglista első hely jelente valamilyen pozitívumot a folytatás tekintve, gondolok itt kiemelésekre, sorsolásokra? Igazából ez nekem egy nagyon jó visszacsatolás, hogy amit, hogy a mindennapos munka az ilyen formában kifizetődik, hogy amit az edzőmmel, Bélával és Pistivel beleteszünk minden nap munka, az ilyen eredmény formájában kijön. Világkupát lehet nyerni, többeknek sikerül egyszer-egyszer, de aki igazán felkészült, az a világranglistán elől van. Jó, lehet, hogy nem feltétlenül a legelső, de hogy az első ötben mozog, úgyhogy nagyon, nagyon örülök ennek az eredménynek. Ketten voltatok nyíregyháziak Pizzában, Tarján is van egy aranyjal és egy ezüstért haza. Gondolom legalább annyira örültél ennek a két érednek, mint a sajátodnak. Nagyon. Amikor a fiúk megnyerték az aranyat a kard csapattal, hát akkor, mint egy kislány, úgy újongtunk és tapsoltunk és sikítoztunk. Annyira, annyira boldog vagyok, mert ilyen sikeres még sose volt ez a kard csapat. Magabiztosan jutottak be az országos döntőbe a nyíregyházi junior fiúkosarasok. Pető Ákos együttese két fordulóval a felsőházi rájátszás zárás előtt a második helyen áll a tabellán, így biztos részvevője a finálénak. Egy keleti kiemelt alapszakaszba kellett részt vennünk, ahol 14 mérkőzés játszottunk. Itt bár nem nyertünk meg az alapszakasz, a legtöbb győzelmet mi vittük tovább, és jelenleg az összevont, kelet-nyugat összevont felsőházban második helyen állunk, és már matematikailag is biztos, hogy első hatban benne leszünk, így biztos az országos döntő. Mi az erőssége ennek a csapatnak? Jó, nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy a mezőny emberek és a palánk alatti emberek nagyon jó rotációban tudnak, tehát 4 mezőny emberrel, 3 palánk alattival, sőt azt mondom, hogy hiába karetkorú, de Bolden Immanuel személyében még egy palánk alatti, és mindenki húzó emberé fel tud lépni. Azt mondják, ebben a korban az a legfontosabb, hogy minél többet játszanak a srácok. Ugye sokan szerepelnek a felnőtt csapatban, és az úszas bajnokságban, itt a junior van, aki még a kadetben játszik. Mekkora előnyt jelent ez? Nagyon nagy előny. Amit meg kell találni mindig, hogy felnőtt csapathoz képest itt mások a szerepek. Tehát aki felnőtt csapatban esetleg kiegészítő ember, itt mindenféleképpen húzó ember lehet. Ezt is meg kell tanulniuk, ha egyik mérkőzésen kiegészítő emberek, a másik mérkőzésen már húzó embernek kell lenniük. Ebben a korban előfordul, hogy azért a fiatalokban mocorog az ego, és ezek a srácok ennyi idősen sikeresek pont a felnőtt csapatban való szereplés miatt a pályán. Hogyan kezelik ők ezt, hogyan kezelette ezt? Szerintem ők nagyon jól kezelik, remélem én is. Nagyon fontos szerintem a kosárlabdában, hogy legyenek egyéniségek is, ne csak szürke eminenciások. Nagyon jól megtalálták egymással a hangot, és minden meccsen van, új vezér tud előlépni. Volt már, hogy Vaskó György hozott meccset, Fazekas Csabi, Mokánszki Máté, de tényleg volt például múltkor Fejvárosban Sitku Márton volt, aki húzó ember volt. Tehát nagyon jól egymás között is el tudják osztani a feladatokat. Hogy néz ki a folytatás? Lehet-e már tudni, hogy hol lesz az országos döntő? Egy ilyen csapattal, aki sokak szerint esélyes, akár a végső győzelemre is megfordult a fejetekbe, hogy megpályázzátok a finálét. Igen, hát a héten kell leadni a pályázatot. Rajta vagyunk az ügyön, lobbizunk, nyilván a többi csapattól is függ, de szeretnénk mindenféleképpen megpályázni. Ezen kívül még két mérkőzésünk van, vasárnap jön a Sopron, és jövő hét vasárnap megyünk Pécsre. Ez igazából már csak a országos döntő, hogy milyen helyen jutunk be, milyen csoportba kerülünk, azon fog múlni minden csapatnak, hiszen a Sopron is és a Pécs is már azért matematikailag is bent van a döntőben. Milyen helyezéssel lennél elégedett, milyen végső helyezéssel? Nem szeretném számszerűsíteni. A tavaly előtt is kihoztuk magunkból a maximumot, tavaly is kihoztuk a maximumot, meglátjuk, hogy mire lesz elég. Nagyon magabiztosan jutott be a csapat a junior országos döntőbe, számítottatok erre a tavalyi kadett ezüstéren tükrében, és úgy, hogy azért jó néhányan még kis juniornak számítottok, tehát fiatalabbak vagytok a korosztály felső határánál. Nyilván számítottunk rá, hogy tavaly egy második helyezést értünk el, számított rá a csapat, próbáltunk minél jobban teljesíteni, ez össze is jött. Úgy gondolom, hogy teljesen jó alapszakasz zárhattunk le ezzel a helyezéssel.
Mi az erőség ennek az együttesnek? Elég magasak vagyunk, úgyhogy szerintem arra tudunk építeni a benti kosarakra, de át tudunk kintről is érvényes pontokat szerezni. Úgyhogy én azt szerintem a magasság miatt tudunk. Mennyi előnyt jelent az, hogy azért jó néhányan ott vagyok a felnőtt csapat keretében, sőt pályára is léptek, mondhatni rendszeresen az NB1-ben is felnőtt meccseken, lehet érezni az ellenfelek, azért egy picit emiatt tartanak tőletek? Nyilván tartanak egy kicsit, hogy azért többen is ott vagyunk a felnőttben. Hát nagyobb rutin tudunk szerezni ezzel, jobb meccseken tudunk ott lenni, akár ha játszunk, akár nem, ott tudunk ülni a kispadon, együtt tudunk élni a játékkal. Én úgy gondolom, hogy ez hatalmas fölény, vagy nem fölény, hanem előnynek tudnám mondani. Mivel lennél elégedett az országos döntőben? Minden jobb eredményt érünk el, mert nyilván meg akar nyerni az egész csapat az egész országost, megpróbáljuk, és lesz, ami lesz. A bajnokság előtt a döntő szereplés volt a cél, azt már elértétek jóval a felsőházi rájátszás befejezése előtt. Mennyire vagy elégedett az eddigi szereplése? Nagyon elégedett vagyok a csapattal. A szezon elején volt Fazekas Csabinak egy sérülése, azt gondolom, hogy azt is nagyon jó, mi a 7 győzelemmel Csabi nélkül is nagyon jól haladtunk, és igazából hamar elértük a döntőbe jutást, így ez volt a cél, most már a döntőben mindent meg kell tenni, hogy minél jobb helyezést érjünk el. Mennyire jó ez a társaság a pályán és azon kívül? Abszolút nagyon jó, mindig a pályán kívül is együtt vagyunk a pályán, és azt gondolom, hogy ez a csapatnak az egyik titka, hogy minden körülmények között együtt vannak. Mennyire ismeritek a riválisokat, a legtöbbükkel már játszottatok? Van-e olyan csapat, ami esetleg kiemelkedhet mellettetek, vagy azon kívül ebből a mezőnyből? Úgy gondolom, hogy mi is nagyon erős csapat vagyunk, és a Sopron, Pécs páros, aki úgy mondom, hogy erős lehet, de mindenkinek neki vagyunk, és a győzelem a legfontosabb. Tavaly a kadett korosztályban az országos döntőben ezüstérmet szereztetek. Jó néhányan a felnőtt csapat tagjaként már az idén nyertetek egy HEP kupa bronzérmet. A junior döntőben mivel lennél elégedett? Hát mindenféleképpen ugye volt egy ezüst, egy bronz, akkor most már az arany jön csak. Nagy lépést tett a bennmaradás felé a nyíregyházi Teke Klub együttese, miután a Superliga 18. fordulójában hátrányból fordítva 5-3-ra legyőzte a Salgusz csapatát. Már a múlt héten az egyéni döntőn is láttuk, hogy közel azonos eredményeket gurít mindkét csapat játékos állománya, és ebből is lehetett következtetni arról, hogy igen jó mérkőzésre van kilátás, és hozzáteszem azt, hogy a Szlovenszky Tibor ismét nem tudott dobóállásba lépni a sérülése miatt, így mindenképpen megnehezítettük úgymond a magunk dolgát, de azt lehet mondani, hogy csapatként jelesre vizsgázott a nyíregyházi Teke Klub. Rögtön az első sorban nagyon fontos volt, hogy a Magyarorsi Péter jó játékkal megszerezte a fontos csapatpontot, míg mellette a Kastura Zsolt szintén a szezon egyik legjobb játékát produkálva mégis elhulajtotta 3 fával csupán a csapatpontot, és a középső sorban jó magamnak a vendégek legjobbja jutott, ahol nem sikerült pontot szereznem, míg mellettem a Ráski Jánosnak komoly pontszerzési lehetősége volt, és szintén 3 fával maradt alul a vendégekkel szemben, és azt lehet mondani, hogy ekkor egy kicsit izgalmassá tettük a saját mérkőzésünket. Azonban a zárósorban fellépő Hacker Dezső Szegő Levente párosunk olyannyira villámrajtot vett, hogy abszolút letaglózta az ellenfelét, és úgy hozzáteszem, hogy a Hacker Dezső 617 fás teljesítményére már nagyon régóta nem emlékszek, hogy hazai pályán mikor dobott ilyen kiválót, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy a zárósorunk az abszolút bedarálta az ellenfelet, és ezáltal sikerült megszereznünk a fontos 2 pontot, és hogyha hozzáveszük azt, hogy a 3421 fás csapat teljesítményünket Szlovenszky nélkül értük el, akkor ez mindenképpen megsüvegelendő a csapat részéről. A tavaszi rajtelő szó volt arról, hogy a mérkőzések jönnek, amelyeket itthon nyerni kell. Sikerült is néhányat. Mennyire megnyugtató ez a folytatás tekintve? Ebben a fordulóban, illetve a következő fordulóban a közvetlen riválisainknak a sorsai itt-ott eldőlnek. Már a mostani fordulóban a Vasasszonyfa-Szegvár meccselt egyet egymással, és megnyugtató szegvári győzelem született idegenben, és a Kaposvár éppen hogy csak nyert odahaza. Így azt lehet mondani, még a Kaposvár versenyben van velünk, de mindenképpen mi jóval előnyösebb pozícióban már 4 ponttal eltávolodtunk tőlük, és jóval előnyösebb pozícióban most már középmezőnyből tekintünk lefele, és azt lehet mondani, hogy ezzel a 2 ponttal, amit most szerez a Salgusz ellen, mindenképpen nagyon megnyugtató már a továbbiakra nézve a nyíregyházi Teke Klub sorsa. Félig meddig már úgy érzem, hogy a jövő évi szuperligás tagságunkat megváltottuk ezzel a győzelmünkkel, de még hátra van a mostani hétvégén jön a Kaposvár. Az a Kaposvár, akit még soha, de soha nem sikerült legyőzni sem idegenben, sem hazai pályán szuperligás mérkőzésen, úgyhogy mindenképpen revansot szeretnénk már végre venni rajtuk, és nagyon szeretnénk újabb 2 ponttal gyarapítani a pontjaink számát, amivel azt lehet mondani, hogy az abszolút középmezőny
mezőnybe röpülne a csapat, és hogyha hozzáteszük, hogy még utána következik majd egy túra Vasasszonyfára, aki most már kiesőnek tekinthető, és még idehaza lesz egy verhető Ferencváros, akkor mindenképpen úgy látjuk, hogy még gyarapíthatjuk jócskán a pontjaink számát. Mit lehet tudni Szlovenszki Tiborról, számíthattok-e még rá tavasszal? Nagyon úgy tűnik, hogy ebbe a szezonban már nem fog dobóállásba lépni. Úgy néz ki, hogy május elején fogják műteni a térdét. Nyilván a Tibor azért szeretné még megpróbálni az edzéseken, hogy mennyire terhelhető a térde. Nagyon reméljük, hogy még vissza tud térni a műtétje előtt, de ez mindenképpen a jövő zené, és meglátjuk, hogy Tibornak hogy alakul majd az egészségi állapota, ami a térdét illeti. Budapesten zárja az alapszakaszt a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni listavezető együttese a MAFSZ otthonában lép pályára. Próbáljuk valamilyen szinten összeszedni a csapatot. Hát ugye az, hogy pihenő volt, az valamilyen szinten jó is, mert ugye a lányoknak volt idejük arra, hogy felkészüljenek, de ugye az a baj, ugye, hogy mérkőzések tömkerege óta sérülésekkel küzdködünk, meg bajlódunk. Na most ebből nem sikerült még minden játékosunknak kijönni. Ugye, aki itt per pillanat épp és egészséges, az a Fekete Dóra és a Farkasinszki Orsolya. A többiek azok vagy éppen most betegségek, ebből próbálnak kilábalni, vagy ugye a Vivien még mindig a boka sérüléséből próbál meg lábra állni. A Dia az meg sajnos az utóbbi időben valamilyen sérülés, hol itt, hol ott, tehát vagy a bokája, vagy a térde rakoncátlankodik, tehát nem lehet éppen úgy terhelni, ahogy azt mindannyian szeretnénk. Innentől kezdve megpróbálunk, úgy, ahogy mondtam, a kadettekkel valamilyen szinten operálni, és őket nagyobb mélységben belevetni ebbe a játékba. Na hát egyébként zsövék a jövő, meg kell próbálni, a többiek is így nőttek föl. Nekünk erre a mérkőzésre, a MAFSZ ellen nagy szükségünk van, tehát mindenféleképpen ahhoz, hogy itt az első vagy második hely valamelyikét megszerezzük, ahhoz nekünk ez a győzelem szükséges. A szonatok kezdve már csak azon fog múlni a dolog, hogy a többi csapat az milyen mértékben játszanak egymás ellen, milyen eredmények lesznek. Mi természetesen most úgy megyünk oda, hogy mindent megpróbálunk, aztán lesz, ami lesz. Mennyire kellemetlen ellenfél a MAFSZ hazai pályán? Az a baj, hogy ahol játszunk, ez a Kinizsi utca, ez egy aránylag kis terem. Ugye itt a játékvezetők se látnak úgy be a közepébe, mint ahogy ugye egy nagyobb teremet, tehát ugye eleve a helyezkedésnél, tehát ugye oldalvonal mellett, vagy alapvonalon is, tehát annyira kicsi a hely, hogy nem biztos, hogy minden is olyan dolgot észrevesznek, amit kellene. Ugye több csapat is játszik ezen a pályán, már a Kislánk ellen is pontosan így játszottunk, és nem voltak kellemes tapasztalataink. Ettől függetlenül ugye egy alacsony szerkezetű MAFSZ ellen kell játszanunk, ahol ugye minden valószínűség szerint az egész pás letámadás az, amit megpróbálnak mindenféleképpen megoldani. Itt nálunk is, amikor itt hazai pályán játszottunk is, ez benne volt. Maximálisan igyekeznek kihasználni azt, hogy faut határig védekeznek. Na most az, hogy a faut határ most éppen Budapesten hol lesz, azt mondja, akkor az otthoni játékvezetés fogja éppen eldönteni. Az biztos, hogy nem szerencsés számunkra, hogy egy új játékvezetőt avatnak itt az NB1 B-s bajnokságba, hogy ő még magasabb szinten eddig nem fúj, csak ugye a Budapest bajnokságba. Hát meglátjuk, az is lehet, hogy olyan pozitív dolgokat fog megítélni, amire nem is számítottunk, és az is lehet, hogy ugye a hirtelen nagy teher alatt nem igazán lesz a helyzet magaslatán, de mi mindenféleképpen bízunk abban, hogy a csapatnak helyén lesz az esze, és ezt a mérkőzést meg fogjuk tudni nyerni. Utána következik majd az alapszakasz követően a rájátszás, ugye ez az időszak, amikor egy csapatnak a legjobb formában kell lenni, a legösszeszedettebbnek kell lennie, van elég idő arra, hogy kiegyensúlyozódjatok? Isten igazából talán az, hogy ugye mi nem játszunk az utolsó héten, és minden valószínűség szerint azért a következő héten nem fog elkezdődni a rájátszás. Talán a kadett korosztálynak is ugye vége lesz már az alapszakaszbeli meccseinek, és vége lesz a következő kör rájátszásának, és ott esetleg még egy-egy olyan mérkőzést kell játszani, hogyha úgy sikerül a mostani alapszakaszon, hogy a 8 közé jutásért, akkor talán kicsikét ők is felszabadultabban kosárlabdázhatnak, és bízunk benne, hogy ahogy az előző évekhez is sikerült megoldanunk, hogy pontosan erre az időszakra sikerül megint úgy összetennünk a csapatot, tehát úgy fejben, mint fizikálisan, hogy ezeket a mérkőzéseket az teljes bedobással és teljes felkészültséggel úgy testileg, mint szellemileg, mint egészségileg meg fogjuk tudni oldani. Aztán innentől kezdve reménykedünk, mint hogy ez az előző években is tettük. Az alapszakasz utolsó meccse következik, és amikor néhány héttel ezelőtt beszélgettünk, egy hosszú nyerő szériában volt a csapat, azóta becsúszott két vereség, betegségek, sérülések. Hogyan élitek meg most ezt az időszakot?
Őszintén szóval nyilvánvalóan nehezen, de azt gondolom ez minden sportolónál, illetve minden csapatban nehéz időszak. Ebből próbálunk nyilvánvalóan kilábalni, mert azt, amit egész évben dolgoztunk és elértünk, azt nem szeretnénk most a végére igazából hagyni, hogy elússzom. Mennyire van nehezebb dolgod a pályán is azon kívül, mint abban az időszakban, amikor sorra jöttek a győzelmek? Nyilvánvalóan nehezebb, mert ugye ezen valamilyen szinten emberileg is túl kell tenni az embernek magát. Ugye a Szegedi és a Vasas mérkőzés, ez mind a kettő egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Most a Kecskemét ellen is kicsit döcögősen ment az eleje, aztán nyilvánvalóan meg lesz. Sajnos fent Pesten is kemény mérkőzésre számítunk, de utána, hogyha négybe szeretnénk kerülni, ugyanolyan kemény mérkőzések fognak jönni. Úgyhogy ennek fényében dolgozunk keményen, és küzdünk tovább a céljainkért. Hét góllal zárult a megyei első osztályú bajnokság legutóbbi fordulójában a Fehérgyarmat-Ibrány mérkőzés. Paulik István együttese idegenben nyert 4-3-ra. Elég hajtós mérkőzés volt, egy nagyon, nagyon lelkes hazai csapat ellen játszottunk, de úgy gondolom, hogy a fegyelmezett hozzáállás, meg érezték a játékosok, hogy ezt a mérkőzést mindenféleképpen hozniuk kell. Taktikailag fegyelmezettek voltunk, többet birtokoltuk a labdát, és úgy érzem, hogy teljesen megérdemelten nyert a csapat. Egy edzőben mi a nagyobb ilyenkor, a bosszúsága bekapott 3 gól miatt, vagy az öröm a lőtt 4 gól miatt? Most elsődleges szempont az volt, hogy megnyerjük a mérkőzést, tehát az, hogy 4 gólt rúgtunk, az már eleve egy óriási pozitívum. Benne volt már ez a csapatban, csak nem használták ki elől a támadóink a helyzeteket. Az, hogy 3 gólt kaptunk, az inkább egy-két embernek a fegyelmezett vagy figyelmetlenségéből adódott, de nyilván ezeken dolgozunk, hogy még egyszer ne forduljanak elő. A téli szünetben vetted át a csapatot, milyen együttesére került, és milyen céllal vágtatok neki a tavasznak? A célunk az, hogy megmaradjunk itt a megye első osztályban. Ez a vezetőség oldaláról volt így. Az én személyes célom a csapat felé az, hogy a középmezőnyben egy előkelő pozíciót azért foglaljunk el. Néztem a statisztikákat az őszi teljesítményt a csapatnak. Én úgy gondolom, hogy egy 8-10. Hely között lenne reális a bajnokság végén, hogy ott álljunk meg. De hogyha egy kis szerencsénk van, vagy a társaság még jobban összekapja magát itt a tavaly szezon, én úgy gondolom, hogy ennél szebb eredményt is el tudunk majd érni. Az elmúlt időszakban az ibrányi futballcsapat elkényeztette a szurkolókat, most hogyan fogadják a korábbi egy picit szerényebb szereplést? Ugye ez a nyári időszakban volt, mikor bajnokságot nyert az ibrányi csapat, utána nagyon sok játékos távozott, azt hiszem több 16 játékos távozott ibrányból, egy teljesen más garnitúra kezdte el a nyári felkészülést. Ugye azt tudni kell, hogy én a Sanyival, ugye a bajnokság második felében, az őszi bajnokság második felében vettük át a csapatot. Nagyon jó mutatókkal rendelkeztünk ott akkor az őszezonnak a befejeztével. Most tavasszal szintén ugyanez a garnitúra van, egy-két új játékost ugye igazoltunk, de a maga a gerinc az megmaradt, hál' Istennek. Ugye voltak egy kis apró problémák is, de én úgy gondolom, hogy ez a tavaszi felkészülés viszonylag jól sikerült, és a csapat, én úgy gondolom, hogy ezt a tavaszi szezont egy szép eredménnyel le tudja majd zárni. A következő fordulóban a nagyon régóta veretlen Balkán ellen játszik az Ibrány, milyen reményekkel léptek pályára? Igen, Mirgai Laci barátomék látogatnak Ibrányba vasárnap. Egy érdekes mérkőzés lesz ez is. A mi szempontunkból nyilván hazai pályán ugye a győzelmet a cél, meg azt szeretnénk elérni. Nem lesz egyszerű feladat, hiszen a Balkán még ugye veretlen ebben a bajnokságban, de biztos vagyok benne, hogy borsot tudunk törni a Balkány óra alá, és nagyon várom már a Lacival való találkozást is. A 20. forduló további párosítása a következő: Tiszavasvári Vásárosnamény, Mándok Baktalórendháza, Tuzsér Nagyecsed, Nyírgyulaj Sényő, Rakamaz Nagyhalász és Máté Szalka Fehérgyarmat. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!